Finlandia, Finlandia, sinne taas matkalla oli ihana. Kun Molotoffi lupasi on kaikki haroshi, huomenna jo Helsingissä syödään maroshi. Anjet Molotov, anjet Molotov, valehtelit enemmän kuin itse Bobrikov. Tisztelt és kedves nézőim, az imént egy finn háborús propaganda dalt hallottuk. 1942-ben tették fel lemezre. A dal a finn-szovjet háború eseményeit idézi. Napjainkban ez a dal, a Nyet Molotov másodvirágzását éli. Valaki pár éve föltette a YouTube-ra, és az egész robbant. Nagyon sokan hallgatják különböző országokban, nagyon sokan hozzászólnak. Finnország 1917-es függetlenségéig a finnek lakta terület évszázadokon át a svéd királysághoz tartozott. A jó 20 esztendeig tartó északi háborúban Első Péter orosz cárnak végül sikerült legyőznie Európa akkori legsikeresebb hadvezérét, 12. Károly svéd királyt. A poltavai vereséget elszenvedő svéd uralkodó halála után Nagy Péter cár békét köthetett a svéd elittel. A békeszerződésben nem nagyon törődött a két fél Finnországgal, kevés szó esett róla, néhány kisebb határmódosítást leszámítva. Még a nagy északi háború elején az orosz cár megalapította a nevét viselő új orosz fővárost, Szentpétervárt. Péter cár gyűlölte a birodalom korábbi székhelyét, a hagymakupolás keleties Moszkvát. Bár Szentpétervár veszélyesen közel volt a svéd határhoz, a cár mindenképp egy tengeri kijáratot akart Európa felé. A gyéren lakott fában és ásványi kincsekben nagyon gazdag, mai finn területek igen keveset fejlődtek a svéd korszakban. A finnek másodrendű embereknek számítottak, főleg a svéd adminisztrációhoz, középrétegekhez és az értelmiséghez képest. Még a 19. század közepén is az akkori főváros, a terület akkori fővárosa, Helsingfors, a mai Helsinki belvárosában szinte mindenki svédül beszélt, még a finnek is. Ám a svéd korszak 1809-ben váratlanul véget ért, amikor Első Sándor orosz uralkodó, kihasználva az űrzavaros nemzetközi helyzetet, majdnem Stockholmba vonult be, háborút üzent Svédországnak, és elfoglalta a finn területeket. A finn nagyhercegség kedvező körülmények között lett az orosz impérium autonóm része. Saját alkotmánnyal is rendelkezett. Ha nem is teljes önállóságot, de érezhető előnyöket élvezett a gazdaság és a pénzügyek terén. Igaz, az orosz udvar időről időre próbálta szűkíteni a finn nagyhercegség, akkor még nem volt mai értelemben vett Finnország autonómiáját. Ezt a feladatot II. Miklós orosz uralkodó, az utolsó cár, Nikolaj Bobrikov tábornokra bízta, a cári udvar egyik legfontosabb emberére. És a keménykező kormányzó Bobrikov mindent megtett, hogy a finn függetlenség csirái ne szökenjenek szárba. Bobrikovot, a nagy ruszifikátort mindenki gyűlölte Finnországban, de még az orosz ellenzéki rétegek is megvetették Oroszországban. Nagy hazug hírében állt. Nem véletlen, hogy az 1939-es finn propagandadal egyik refrénje így szól. Hé, Molotov, te még Bobrikovnál is többet hazudsz. Az orosz tábornokot végül 1904-ben 3 pisztolylövéssel terítette le Helsinkiben egy ellenzéki fiatalember, aki a helyi ellenállás csoportjához tartozott. 1917-ben az év végén Finnország függetlenné vált. Egy ideig
ott nagyon kemény polgárháború folyt, Oroszországban pedig az polgárháború egészen 1922-ig tartott. De a finn-orosz határon, a két ország közötti békekötés ellenére és határrendezés ellenére egy ilyen helyi határmenti háború folyt még sokáig. Finn csapatok állandóan szabad csapatok címen átcsaptak Karéliába, az ott élő, hát velük rokon karéliaiak felszabadítására. A Szovjetunió visszaütött, a Vörös Hadsereg átment finn területre, Moszkva terjeszkedni szeretett volna már akkor. A két ország határán Moszkva létrehozott egy ilyen ütköző zónát, egy autonómia féleséget, a karéliai munka kommünt. Az 1939-es téli háború gyökerei ide is visszavezethetőek. A határmenti harcok a 20-as évek közepére megszűntek. Diplomáciai síkra terelődött a vita. Moszkva többször is szinte lakhatatlan, mocsaras karéliai járásokat kínált Finnországnak az értékes határmenti finn kisvárosokért cserébe. A csere nyomán a szovjet-finn határ távolabb került volna Leningrádtól, és a szovjet vörös flotta átvehette volna a finnöböl teljes ellenőrzését. Az 1930-as évek második felében a szovjet-finn kapcsolatok újabb és újabb elmérgesedéséhez hozzájárult, hogy Sztálin bűnös nemzetnek nyilvánította a finneket is, és általában a Leningrád környékén élő valamennyi finn-ugor kis létszámú néptöredéket. Bobrikov korszakhoz hasonlóan megindult az oroszosítás. Szovjetunió szerte megszűnt a finn nyelvű oktatás, a finn könyvkiadás, és alig néhány hónap alatt közel 20 ezer finn különböző kvóták és limitek nyomán került kivégző osztag elé. Ráadásul a szovjet területen élő finnek nagyrészt a finn polgárháború során a Szovjetunióba menekült vörös finnek voltak. Ez a népirtás is csak fokozta a teljes finn lakosság 1939-40 során tanúsított elszántságát a vörös hadsereggel szemben. Majd megköttetett a két Molotov-Ribbentrop paktum, melynek értelmében Hitler lemondott a három kis balti demokráciáról és Finnországról a szovjetek javára. Moszkva pedig sorra berendelte négy állam képviselőit. A nyers diktátumszerű tárgyalásokon az észt, a lett és a litván vezetés némi ellenállást követően engedett Moszkvának. Így országaik, katonai és részben politikai téren a Szovjetunió vazallusai lettek. Ezzel szemben a finnek kitartóan ellenálltak. 1939. októberében és novemberében Helsinki küldöttei három körben is visszautasították az előnytelen területcsere ajánlatot. E viták során a legengedékenyebb álláspontot a finnek emblematikus figurája, az idős Emil von Mannerheim marsall képviselte, aki kiváló katona létére tisztában volt a sztálini Szovjetunió katonai túlerejével. Mannerheimről tudnunk kell, hogy II. Miklós cár adjutánsa volt, kiváló orosz hírszerző, s egy ideig Ázsia kutatóként fontos kémtevékenységet folytatott az angol-orosz ütközőzónát jelentő Tibetben. A marsall sokat tett a finn-orosz határ korszerű megerősítéséért, innen is a név Mannerheim vonal. A Mannerheim vonal az Európában két világháború között felépített védvonalak sorába illeszkedik. Nyugaton felépült a Siegfried és a Maginot vonal, a Szovjetunióban pedig a Molotov vonal és a Sztálin vonal. A finnek már 1919-ben elkezdték kiépíteni a Mannerheim vonalat kevés pénzből, nagy szaktudással. Finnország akkoriban még nagyon szegény ország volt, de 20 év alatt sikerült egy jól használható védvonalat kialakítaniuk.
Ezt nem a Maginó vonalféle erőteljes kiépítettség jellemezte. Elsősorban a természeti, földrajzi adottságokat, akadályokat használták fel, és ezek köré építették az egyszerű bunkereket, nyers terméskőből felállított harckocsi akasztókat, szöges drótsávokat, aknamezőket és lövészárkokat. 1939. november közepén a szovjet-finn tárgyalások megrekedtek. Sztálin úgy döntött, hogy kezdődhet az úgynevezett felszabadító hadjárat Finnország ellen. A moszkvai katonai vezetés régóta készült erre a háborúra, abban a hitben, hogy a Vörös Hadsereg 2-3 hét alatt simán legyőzi a katonailag elavult finn armádiát. A szovjet-finn háború egy provokációval, az úgynevezett Manila incidenssel kezdődött. Moszkva megvádolta Helsinkit, hogy finn tüzérek átlőttek szovjet területre, és ott súlyos károkat okoztak. Valójában azonban szinte azonnal kiderült ez, Sztálin utasítására a leningrádi katonai körzet tüzérei lőttek szovjet területre, Andrei Zsdánov, a leningrádi pártvezető, a szovjet kultúrpápa közreműködésével. Ő közvetítette Sztálin parancsát. A finnek ahhoz ragaszkodtak, hogy jöjjön létre egy vegyes vizsgálóbizottság, és tisztázzák az ügyet. Nekik igazuk volt, ők nem féltek a vizsgálattól. Sztálin ehelyett megszakította a diplomáciai kapcsolatot, felrúgta a meg nem támadási egyezményt, és támadást indított. Egy szovjet csapatok által megszállt kis határmenti településen, Terjokiban létrehozta a moszkvahű Otto Kuszinen vezette, nem létező demokratikus finn köztársaság népi kormányát. Ezzel egy időben pedig terrorbombázni kezdte Helsinkit és a kikötő városokat. A szovjet propaganda pedig hatalmas erőfeszítéssel megszervezte, hogy a progresszív világ nagyjai Bernard Shaw és Martin Andersen nexő hitet tegyenek a Kuszinen kormány mellett. A kőkeményen ellenálló Finnországot világszerte igen nagy tisztelet övezte. Néhány hét múlva, miután kitört a háború, a Szovjetuniót kizárják a Népszövetségből. A Vörös Hadsereg felszerelése és létszáma valóban lehetővé tette volna, hogy néhány hét alatt áttörje a Mannerheim vonalat, elérje Viborgot és bevonuljon Helsinkibe. Még a támadás előtt Molotov jókedvűen informálta von Schulenburg német követet. Nincs kizárva, hogy Finnországban egy új kormány jön létre, amely barátian fog viszonyulni a Szovjetunióhoz, akár csak Németországhoz. Ez a kormány nem szovjet típusú lesz, hanem demokratikus és köztársasági. Senki nem készül szovjeteket létrehozni arra felé. Reméljük azonban, hogy ez egy olyan kormány lesz, amellyel meg tudunk állapodni, és biztosítani tudjuk Leningrád biztonságát. A Vörös Hadsereg többszörös katonai fölénnyel rendelkezett. A háború során Moszkva körülbelül 600 ezer katonát és tisztet, 1500 ágyút, 4000 harckocsit, valamint igen komoly légierőt vetett be. A finnek 320 ezres serege, valamint mindössze 25-30 darab harckocsija jól állta a sarat és a havat. A védelmük remekelt. A bevehetetlen Mannerheim vonalról legendák terjedtek a Vörös Hadseregben, pedig elsősorban a szovjet katonai vezetés volt szakszerűtlen. A finnek a jelentős katonai hátrányukat ügyesen kompenzálták a jó szervezéssel, tervezéssel, a katonák ellátásának minőségével. A finn hadseregnek például fűtött sátrai voltak szaunákkal, és a harcoló katonákat rotációs alapon folyamatosan cserélték. A terep és időjárási viszonyoknak megfelelő hófehér meleg ruházatuk volt. Jól sieltek és kitűnően álcázták magukat. Szemben a szovjetek sötét egyenruhájával, amely nagyon jól látszott a hófehér tájon. A finneknek, a finn mesterlövészeknek könnyű volt eltalálni emiatt őket. Szibó Hájha 705 találatot tudhatott magáénak a háború mindössze 100 napja alatt. A fehér halál néven vonult be a történelembe. A finnek jól motivált és jól felkészített hadsereggel rendelkeztek.
amiben a jó 20 éve tartó sorkötelezettség és a svájci típusú milícielleg is szerepet játszott. A szovjet katonák viszont a háború hónapjai során az alkalmatlan ruházatuk és a rossz ellátás miatt hamar leépültek. Fagyoskodtak a csaknem mínusz 30 fokos finn télben és éheztek. A gyenge ellátás a lőszerre is érvényes volt. Gyakran szuronyrohamokra kényszerítették a vörös katonákat szómi típusú géppisztolyokkal szemben. Nem csoda, hogy a vörös katonák teljesen motiválatlanak voltak. Öngyilkosságba menekültek, dezertáltak, de megesett, hogy átálltak a finnekhez. Megalakult, igaz, hogy a legutolsó napokban csupán, a háború legvégén, Helsinkiben egy orosz légió létrehozója, egy nagyon érdekes ember, egy külföldre menekült szovjet pártfunkcionárius, aki antikommunista lett nyugaton, Boris Bazsánov, véletlenül, dehogy véletlenül, Sztálin egykori titkára volt. És a finnek számára nagyon fontos volt egy ilyen kaliberű ember az ő oldalukon. A szovjet propagandisták azt szajkozták, hogy a finn parasztok és munkások alig várják a vörös katonákat. Mondani sem kell, hogy pont az ellenkező volt az igaz. Ráadásul a szovjet hadsereg katonái és tisztjei nem voltak kellően felszerelve. Nem alakultak meg rögtön ilyen sítalpas alakulatuk. Nem volt fehér védfelszerelés. És ami feltűnt a finn kémelhárításnak, a szovjet tiszteknek nem osztottak ki pisztolyokat. Ez nagyon furcsa volt a háború kellős közepén. Aztán az események felgyorsultak, Moszkvában megszületett egy döntés, hogy mindenhonnan Szovjetunió szerte be kell vonultatni a sportolókat, akik tudnak sízni, de hát már késő volt. A finnek dolgát jelentősen megkönnyítette az a sztálini tisztogatás, ami 1937 és 39 között söpört végig a felső tisztikar soraiban. Jó 70%-ukat Sztálin kivégeztette vagy a gulágra küldte. A Tuhacsevszki nevével fémjelzett tanult és tehetséges főtisztek helyére tapasztalatlan, fiatal parancsnokok léptek. Komoly hibákat követtek el, amik százezrek életébe kerültek. A szovjet csapatoknak átütő harci erejük nincs. Nagy tömegeket vetnek harcba, melyeket vezetőik tervszerűtlenül a biztos halálba kergetnek. A szovjet katonai vezetés úgy taktikai, mint stratégiai elgondolásoknak csaknem teljes hiányában van. Eddig még minden egyes finn csapdába beleestek. Finn századok kerítenek be ezredeket, és zászlóaljak szovjet hadosztályokat. Lev Mehlis politikai csoportfőnök elrendelte a visszavonuló katonák megtizedelését. Két hadosztályparancsnokot és több főtisztet példastatuálásként azonnal kivégeztek. A rövid ideig tartó háború alatt 3 hadseregparancsnokot és 8 hadtestparancsnokot kergettek el. A külföldi segítség első látásra igen jelentős volt Finnország oldalán, de hát csak első látásra. A támogatás jelentős része erkölcsi volt, politikai, diplomáciai. De hát a fegyverszállítás, a lőszerszállítás és az önkéntesek érkezése akadozott. Részben Németország, de valljuk be, Svédország is akadályozta a különböző szállítmányokat, transportokat, és amikor a fegyverek és a lőszerek jelentős része, köztük például olasz repülőgépek megérkeztek Finnországban március elején, már késő volt. Ezeket a fegyvereket a finnek az 1941 és 44 között folyó finn-szovjet háborúban használták fel csupán. Arányait tekintve a svéd, norvég, olasz, magyar és angol fegyverszállítmányok voltak a legjelentősebbek. Sőt, még egy 342 fős magyar önkéntes alakulat is eljutott nagy kerülővel Finnországba, de nagy részük már csak a békekötésre ért oda. Bevetésükre nem került sor. A finn fegyverarzenál nagyrészt elavult volt, főleg a cári időkből hátramaradt orosz ágyúkkal védekeztek.
Göring nagy titokban felajánlott a finneknek korlátozott számú német és zsákmányolt lengyel fegyvert nikkelért és részszállítmányokért cserébe. Ez azonban Molotov heves tiltakozása miatt elmaradt. Apropó Molotov. Az 1939-es szovjet terrorbombázásokról a felháborodott nyugat felé Molotov úgy ködösített, hogy azok valójában élelmiszer segélycsomagok. E Molotov kosárkákra válaszoltak a finnek stílszerűen a Molotov koktéllal. Mindkettő a finnek korabeli találó elnevezése. Lévén, hogy kevés páncéltörő fegyverük volt, ezzel a régi bevált rögtönzött fegyverrel komoly veszteségeket tudtak okozni a szovjeteknek. Általában vodkás üvegekben kétféle fajsúlyú folyadékot rétegeltek, egy gyúlékony benzinkeveréket és egy az intenzív égést biztosító folyadékot. Ez a begyújtott kanóc rongy révén a becsapódás pillanatában felrobbant. Felmerülhet a kérdés, miért nem támadta meg végül a Szovjetuniót a Finnországgal rokon szenvező, valójában vele szövetséges Anglia és Franciaország. A furcsa háború időszakában bőségesen akadt volna erre francia és angol katona, repülőgép, ágyú, és hát nem is beszélve a híres angol hadiflottáról. Ebből mégsem lett semmi, jól lehet Londonban és Párizsban felvetődött. Jó lenne megtorolni, megleckéztetni a Szovjetuniót, mivel 1939. szeptemberében megtámadta Hitlerrel együtt Lengyelországot. A két vezérkarban konkrét terveket tettek le az asztalra a szakértők, az angol és a francia kormánynak. Ezekben a tervekben az is felmerült, hogy Románia, Norvégia, Svédország ugyancsak megtámadják a Szovjetuniót. De hát ezek illuzórikus tervek voltak. Nem lett ebből semmi. Az első világháború nagy hadvezére Maxim Végan azzal érvelt 1940. februárjában, hogy a francia légierő szíriai bázisokról kiindulva szét tudná bombázni a bakui olajmezőket. A britek nagy seregtesttel készültek betörni a norvégiai Narvikba, Finnországnak nyújtandó segítség ürügyén, illetve hogy a németek svédországi vasércellátását elvágják. Csak hogy amíg a nyugati belső viták elhúzódtak, addig a februári szovjet offenzíva a karéliai földszoroson hatalmas veszteségek árán, de végül mégiscsak sikerült. A magára maradt Helsinki letette a fegyvert, Hitler pedig megelőzte Angliát. Betört Dániába, Norvégiába, és elfoglalta Narvikot. Sztálin emiatt is szorgalmazta a béketárgyalásokat. Óriási presztízsveszteség volt számára ez a háború. Egyszer sétált késő este Anasztász Mikojánnal a Kreml udvarán, és valami ilyesmit mondott, legyen már vége ennek az átkozott háborúnak, összecsináltuk magunkat. Pofára estünk. Ebben sok volt az igazság. Külföldön mindenki rájött arra, a szovjet-finn háború harcai nyomán és eredményei nyomán, hogy a Vörös Hadsereg még nem heverte ki a sztálini terror, a sztálini tisztogatások hatását. Közben már jó egy hónapja Stockholmban folytak a titkos béketárgyalások, először fegyverszüneti, majd béketárgyalások a szovjet és finn diplomaták között. Svédország vállalta a közvetítést. Ebben nagyon fontos szerepet játszott Alexandra Kollontai, nagykövetasszony, amúgy a világ első női nagykövete a 20. században. Ő közvetített a svéd diplomaták és Moszkva között. Az asszony már a 20. század elején az orosz baloldal legfőbb finn vonatkozású szakértője volt. Bár az eredeti szovjet területi követeléshez képest nagyobb részt szerzett meg a szovjet fél, mégsem egyértelműen győztesként jött ki ebből a háborúból. 1939-ben a 3,5 milliós Finnország állt szemben a 170 milliós Szovjetunióval.
A finn oldalon körülbelül 320 ezer katona harcolt, míg a szovjetek 600 ezer katonát vetettek be. A legnagyobb szovjet fölény elsősorban a harckocsik és repülőgépek terén volt. A finnek körülbelül 26 ezer embert vesztettek, és 44 ezer sebesültjük volt. Bár Finnország elvesztette a háborút, de hősies ellenállással mégiscsak megőrizte a függetlenségét. A valós szovjet veszteségeket Moszkva sokáig titkolta. A 2010-es évek elejé orosz és finn kutatók által egyeztetett, levéltári vizsgálódások nyomán közölt adatok szerint a szovjet veszteségek megközelítették a 170 ezer harctéri halottat és a további legkevesebb 190 ezer sebesültet. A békét végül 1940. március 13-án írták alá Moszkvában. A finneket a legtapasztaltabb finn diplomata, az oroszul kiválóan beszélő Pászi Kivi képviselte, a szovjeteket Molotov. Az életképtelen Kosinen kormányt pedig időközben, nagy titokban feloszlatták. Sztálin azonban nem mondott le arról, hogy a közeljövőben elfoglalja az egész Finnországot, és a szovjet vezérkar, okulva a finn szovjet háború balfogásaiból egy újabb támadási tervet dolgozott ki. Ám Hitler közbeszólt. 1940. szeptemberében német tancsapatok bevonultak Finnországba. Moszkva bepánikolt emiatt. És a Berlinben Hitlerrel folytatott tárgyalásokon Molotov kifogásolta ezt. Sőt, kijelentette, hogy a Szovjetunió igényt tart az egész Finnországra. Hitler meglehetősen cinikusan utasította vissza Molotov érveit. Azt mondta, mi a baj? Sztálin megkaphatja Finnországot, de majd később, ha véget ér az Angliával való háború. Valehtelit enemmän kuin itse Bobrikov.